ebből érdemes volna egy modernebb formában egy ilyen beszélgetős könyvet csinálni. És hát régi ismerőse volt a Bánó Andrásnak, akinek a nevét legalább biztos ismered, és megkérdezte tőle, hogy mi volna a véleménye, hogy ezt megcsinálnák, és végül is abban állapodtak meg, hogy engem megkérdeznek, hogy hajlandó volnék-e erre, és hát persze én nagyon becsülöm a Bánó Andrást, és 100 percig beszélgettünk a Bánó Andrással, mindig ott ültél, meg a fotelban, és köszönöm szépen. Na, szóval készül ez a könyv, és ez egy szép könyv is lesz, meg hát remélem, hogy érdekes is lesz. Legalábbis úgy látom eddig azoktól, akik figyelemmel kísérik a dolgot, tehát most már kicsit már a határokon túl is túlment, mert? Például fölkeresett engem egy francia újságírónő, és hát ez csinált egy interjút belőlem, és ezt a két oldalas cikket írta meg. Ez a Le Monde? Ami nem tudsz franciául. Nem, sajnos nem. Szóval egy kicsit persze negatív irányú, mert egy kicsit összehasonlítást csinál két embernek a gondolkodásmódja között. Végig Orbán Viktorról kérdezte önt? Végig Orbán Viktorról kérdezte önt? Vagy miről volt szó az interjúban? Miről szó az interjúban? Nem. Hát tulajdonképpen az én... Hát az én munkámról volt tulajdonképpen szó, de hát persze a mai politikáról is egy kicsit természetesen beszélgettünk, és én nem gondoltam rá, egyáltalán nem gondoltam rá, hogy ez megjelenik, azt meg legkevésbé sem gondoltam, hogy ilyen terjedelemben. Ez a Párizs napilap, ez a Le Monde, igen, ez egy... Liberation. És hát az egyik a legnagyobb példányszámú, mondjuk baloldali lapoknak. Miről kérdezte ez az újságírónő? Miről volt szó itt a... Hát az én életemről, meg életfelfogásomról, meg... Hát szóval nagyon érdekes kérdés. Igen, mert látom, hogy tényleg nem tudok franciául sajnos, de látom, hogy itt szóba kerül 56, igen. Itt nyilván a mai politikai helyzet, látom, hogy a Fidesz, a Orbán... Na jó, hát persze felkészítették őt erre a dologra is, de hát az egy kitűnő újságírónő volt, egy ilyen idősebb hölgy, de hát olyan tájékozott és olyan... gondos, okos, átgondolt kérdései voltak, hogy igazán meg kellett feszíteni magamat, hogy,
hogy tudjak válaszolni rá. Nagyon örülök neki, hogy ez megjelent. Franciául még nem jelent meg semmi írás. Hány nyelven? Németül, angolul már megjelent, de franciául nem. Minden esetre a kert nem látta kárát annak, hogy a minden más elfoglaltságnak? Tehát annak a díszpolgári felkéréseknek, a sok média szereplésnek a kert az nem látja kárát? Hogy az hogy a kerttel azzal tud eleget foglalkozni ettől függetlenül? Hogy a kerttel foglalkozni. Hogy eleget tud-e foglalkozni vele? Hát nem tudok eleget foglalkozni vele, de különben is azért én ma szóval nem vagyok teljesen munkaképes emberről, abban nagyon fájnak is. De hát a feleségem átvette a dolgoknak egy részét, és hát szóval azért mondjuk azt az elvet követjük, hogy a Schusternak ne legyen lyukas a cipője. Ugye, és hogyha valaki benéz itt, vagy bekopog, nagyon gyakran előfordul, hogy becsengetnek. Itt van ez az alma, senki nem tudja megmondani, hogy milyen fajtájú, de kertemben áll, és már legalább 70 éves, és senki nem tudja, pedig milyen jó alma. Na és akkor mondom ennek mondtam, hogy hát jöjjön be egy kicsit, majd beszéljük meg ezt, megkérdeztem, hogy honnan származik ez a fa, tudja-e meg rendszeresen terem, vagy időszakosan terem, meg jól terem, keveset, vagy többet. Szóval végül is tudtam, hogy ez egy batulalma. Úgyhogy... Soha nem hallottam még róla. Pedig Szabolcsban. Erdélyben nagyon elterjedt almafajta. Kicsit szereti a hegyvidéket, és hűvösebb körülményeket kedveli. De egy kitűnő alma, és nagyszerűen tárolható. Úgyhogy most, amikor éppen a sajtó is tele van azzal, aki üggyel, hogy nagyon rossz almatermés van egész Európában egyébként, és hát emelkedik tényleg az almára, ez tragikus, hogy milyen mértékben. És hát szóval fontos volna, hogy annak az úriembernek a fája is jól teremjen, hogy ne kelljen neki máshol lenni alma. Mert a saját termés az mindig jobb. Ez így van, nekünk is van almánk. Ez egy érdekes dolog, és hát sokat foglalkozom ezzel a kérdéssel, hogy ugye aki valamit megtermel, az nem csak egy értéket állít elő, egy objektív értéket állít elő, hanem saját magának egy sikerélményt is megteremt. Mert az benne van az ember génjeiben, hogy amit ő alkot, amit ő segít megérlelni, az annak mindig nagyobb értéke van, mint annak, amit mondjuk üzletben vásárol. Az volt a jelszava, hogy fokozni kell az önellátást. És ezt erre az évre is kiterjesztették. Na most arról az ennek az indítéka, hogy jelenleg 7,3 milliárd ember él a Földön, de ha az egész népességnek a helyzetét figyelembe vesszük, tehát nem a magyar, hanem az egész népesség, Afrikát is, akkor 30 év múlva, 2050-re 10 milliárd ember lesz. És ez
mind enni akar. Mindenki reggelizni akar, ebédelni akar, vacsorázni akar. És hozzá még egyre igényesebb a társadalom a élelmiszerekkel kapcsolatban. Ugye én nagyon jól emlékszem arra, hogy a falun nőttem föl, hogy amikor reggeli hozom a szőlőben metsző, meg kapáló emberek leültek früstökölni, akkor elővettek egy jó szelet kenyeret, meg egy darab szalonnát, meg volt hozzá egy kis hagyma is, vagy nyáron mondjuk paradicsom, vagy paprika is, és boldogok voltak, jól érezték magukat, meg ittottam egy fröccsöt, vagy pár vizet, de az én környékemen az ugye szőlőtermelő vidék volt, ott mindig a csobolyóban vitték ki a víz és bor keveréket, tudod, ez olyan könnyű, ilyen hosszú lépés, összehasonlító ital volt. És most meg már látják az üzletekben, hogy milyen nagy a választék, és az emberek természetszerűen igyekeznek minél jobban étkezni, jobb. Na, szóval... Igen, de hogyha meg na, azt nézd, bocsánat. Hogy az alapkérdés az viszont. Szóval ezen csak akkor lehet segíteni, hogyha önellátással is foglalkozunk. Mert a termőföld területe nem nő, hanem csökken. Mégpedig nem kis mértékben, nagyon jelenleg. Többek között például azzal, hogy Dél-Amerikában 100 000 hektárra vágják ki a őserdőket, ugye azért, hogy onnan azt termeljenek rajta. És hát Európában is az autópályák, a sportpályák, a golfpályák például óriási területeket foglalnak el. Úgyhogy csökken a termőterület, tehát arra kell a társadalomnak törekednie, hogy minden talpalatnyi földet műveljenek meg, minden talpalatnyi föld adjon valamilyen hasznos termést. És ennek vannak múltja is, egész távoli múltja is, ugye mondjuk még akkor, amikor még pásztorkodó népek voltak Európában, de nem régi múltja is, amikor a második világháború alatt Nagy-Britániában embargó volt, és nem lehetett beszállítani élelmiszert, és ez évekig tartott, akkor neki látott az angol kormány annak, hogy rávegye az embereket arra, hogy termeljenek. És tényleg azt csinálták, hogy a szép, gyepes kerteket felszántották, vagy egy részét legalábbis felszántották. És beültették káposztával, meg azokkal a növényekkel, amiket ott jól meg lehet termelni. És ezek a farmers védik. Ez egy nagyon tartós kapcsolatot alakítottak ki, szóval ilyen nagyon komoly társadalmi életet is éltek, szóval kulturális szempontból is, szóval úgy összejöttek az emberek, azok, akik eddig elkerülték egymást, és ez összehozta az embereket. Mit gondol, mai kor embere az képes lehet egy ilyen váltásra? Hogy akkor ő is felszántsa a kertét, ültesse a persze, fákat. De a váltás az nem olyan, mint hogy az órát átállítom egy órával korábbra vagy későbbre. Lassú dolog, de természetesen megoldható, hiszen megint
visszatérnem arra, amit mondtam, hogy az ember génjeiben benne van az alkotásnak a szándéka. És tulajdonképpen mindenki. Elmondok neked ezzel kapcsolatban egy példát. Én hát már jó 10-15 éve foglalkozom egy termelési módszerrel, azt úgy hívják, hogy magas ágy, amiben hát elsősorban zöldségnövényeket lehet termelni, de 3-4 annyit terem, mint a szabad föld, és a nagy előnye az, hogy ami a kertben szerves anyag hulladékként keletkezik, az a termőt olaja. Tehát nem kell elvinni ősszel a lehulló tavart a teherautóknak, hanem belerakják a magas ágynak a keretébe. Na most egy ilyen, már 6 évvel ezelőtt, egy ilyen magas ágy kertet csináltunk Kőbányán, ott van egy szociális otthon, amely alkohol és drog betegeket gyógyít, mindig 30 napra vesznek föl betegeket, és hát többé-kevésbé sikerül, nem mindig sikerül, van, aki visszaesik, majd szóval, de és ők azt csinálták, mondjuk hát én terveztem meg nekik ezt az egész dolgot, hogy a magas ágyakból 3 méteres darabokat adtak ki 3-3 személynek, betegeknek. És azt mondták nekik, hogy hát kicsit gondozni kellene, öntözni, volt ott csap, meg kanna, meg mindenféle, szóval nem volt semmi akadálya az öntözésnek, meg hogy a gyomos, akkor gyomlálják ki, meg kicsit lazítsák meg a növényeknek a talaját, akkor gyorsabban fejlődik, és ennek ellenében ők maguk használják föl a termést. Tudod? És igen, hát az embereknek reggel az első dolgok, hogy fölkelnek és lemennek a kertbe, és most például paradicsomot, meg paprikát, meg zöldhagymát, meg mit tudom én, mit mindenfélét. És a pszichológusokkal beszéltem, és azt mondta, hogy az a nagyszerű dolog ebben a dologban, hogy ez témává válik a betegek között. Tehát nem a nőkről beszélgetnek, vagy nem a politikáról beszélgetnek, hanem arról beszélgetnek, hogy melyiknek mennyi paradicsom a termet. Értelmet találnak magyarán meg. Teljesen logikus ez a dolog, és érdemes volna sok több helyen is meg, hogy a óvodákban például meg lehetne csinálni, de van is már elég sok, többek között éppen Nagyváradon volt egy ilyen pályázat, és engem kértek meg, hogy tervet készítsem el, és egy ilyen evangélikus egyház által fenntartott óvodában, és ott is megcsinálták ezt, hogy a gyerekek reggelire meg uzsonnára saját maguk termését fogyasszák el. Forzalom közben olyanra, hogy innen most már nincsen lejjebb, hogy ennél rosszabb nem jöhet? Volt olyan? Hát nézd, én... Én paraszt embernek tartom magam. És a paraszt ember azt tudja, hogy minden ősszel kell vetni a búzát ahhoz, hogy a következő évben aratni lehessen. És csak akkor terem
akkor van aratás, hogyha vetés is volt. És én ezt az optimista szemléletet tulajdonképpen egész életemben tudtam tartani. Nem azt mondom, hogy most is abszolút optimista vagyok, de hát a legnehezebb körülmények között is meg voltam győződve, hogy van megoldás. Ez így volt a második világháborúban, ez így volt? Igen, voltam, igen. 3 egész évet szolgáltam munkaszolgálatosként, és ott is voltak örömeim, mert ugye én vidéki gyerek lévén, hát egyrészt akkor még nem voltam ilyen rongy, hanem szóval erős, egészséges fiatalember. Mindig tudtam segíteni azokon a városi gyerekeken, akik nincsenek hozzászokva ásóhoz, labához, csákányhoz, ugye, és nehezen tudták megcsinálni azt a feladatot, amit követeltek tőle. És akkor azt tartott életben, hogy Kis Jóskának, meg a nem tudom kinek tudtam valamennyit segíteni, ugye. A tankcsapdát ásásában eléri azt az eredményt, amit követelnek tőle. Úgyhogy én azt mondom, hogy az embernek nem szabad soha elveszteni a reményt arra, hogy javul a világ, és az a nagy értéke a fiatalságnak, ti kettőtök fiatalságának is, hogy nektek indokolt és jogos az, hogy optimisták legyetek, mert lehet, hogy valóban jobb lesz egy kis a világ, mint amilyen ma, hát mondjuk ilyen magamfajta 100 éves embernek már nincsen jövője, szóval nem is számítok arra, hogy jövője. Viszont az előbb azt mondta, hogy a jövővel kapcsolatban nem optimista, hogyha ezt jól értettem, hogy miért nem optimista, miért látja most mégis rosszabbul a jövőt, mint ahogy mondjuk akár munkaszolgálatosként látta? Túlságosan rosszul szerveződik a társadalom most. Szóval teljesen alapvető dolgokat kellene megválasztani. Például, hogy más nem mondjak neked, például azt, hogy Magyarországon óriási különbség, szakadék van a város meg a falu között. Hogy ezt a szakadékot, aki egy kicsit is... Már milyen értelemben, hogy gondolkodásban vagy? Az egy nagy eredményt érne el a társadalomban. De a jelenlegi helyzetünk is egyre inkább fokozza ezt a különbséget. Az, hogy a klubrádiót nem lehet hallgatni 200 kilométerre Budapesttől, ugye? És kénytelenek a Kossuthot hallgatni. Szóval meg kell adni minden állampolgárnak azt, ami mindenkinek, adófizető embernek jár. És én nem szeretem ugyan a nagy szavakat, de azt mondom, hogy nincsen jobb jelszó, mint a francia forradalom 3-as jelszó, hogy szabadság, egyenlőség, testvériség, legfeljebb az, hogy a testvériséget most másképp értelmezzük. De ez, ha ez a 3 van, akkor nem csak a remény, hanem a objektív lehetőség is megvan arra, hogy javuljon a társadalom. Tehát
sajnos az ember nem mindig ezt látja, azt látja, hogy ebben a főpolgármesteri választás viharában mik történnek, ugye, hogy... Mire gondol, hogy... Hát többek között például az, hogy az általam egyébként nagyon tisztelt Kálmán Olgát egy nappal a tervezett választás előtt belökték oda. Ő maga se érezte magát erre alkalmasan, úgy látszik, hogy rá tudták venni. De ezernyi ilyen dolog van, ugye. Az, hogy majdnem 1 millió ember elment az országból. Ki a felelős ezért? Ki akinek van elég lelkiismerete ahhoz, hogy ezt elvállalja? Hogy ez azért történt, mert nem gondoskodtak arról, hogy az orvos kapjon jó fizetést, hogy a pedagógus kapjon tisztességes fizetést, meg mindenki, aki valóban értéket állít elő, az kapja meg annak az ellenszolgáltatást a munkájáért. Mit gondol, hogy ezeknek a gondoknak, amiket most mind elmondott, ezeknek mi a gyökere? Hogy van egy konkrét oka, amire visszavezethető ez, vagy sok minden játszott közre, hogy idáig jutottunk? Hát inkább az, hogy sok minden. Sok minden. De ezek mindig komplex kérdések. Szinte, mint ahogy hát az ember életében mindig a problémák. Egy házasságnak a minősége is nem fejezhető ki egy dologgal, ugye, hanem sok minden apróság, meg nagyobb dolog is, gót is össze kell hasonlítani ahhoz, hogy valamilyen képet az ember ki tudja. A társadalomban is ez a helyzet, és hát nagyon nagy szükség volna a szabadság növelésére elsősorban, mert hát ez így nem megy tovább, egyre mélyül a szakadék. Akkor tegyünk egy összehasonlítást, amikor Gyuri bácsi országgyűlési képviselő volt. Milyen országot képzelt el? Mert nyilván azért lett az ember politikus, hogy ő valamit változtasson. Ön milyen Magyarországot képzelt el? Nézd, én akkor azért vállaltam el a képviselőjelöltséget, mert úgy éreztem, hogy az a már akkor hátam mögött lévő jó néhány évtized tapasztalata, meg ismerete, az jobban hasznosulhat abban a munkában, mint abban, hogy én már nyugdíjas voltam, amikor ez egy képviselő lett. De sajnos nem így volt. Engem is rá akartak kényszeríteni arra, hogy mondjam a hivatalos szöveget, ugye? És amikor elkezdtem beszélni arról a falusi embereknek, akiket összehívtak a kocsmában, vagy a művelődési házban, hogy a tehenet hogyan táplálják, hogyan takarmányozzák, hát nem ez kell, hanem ez kell, hogy Navrasics Tibor jó lenne egy képviselő. Úgyhogy az számomra... Azt akarja ezzel mondani, hogy a politika már távol állt az emberektől, tehát nem tudták az igényeket? Igen. Hát, és egyre távolabb áll persze az emberektől, hát egyre kevesebb az az ember, aki foglalkozik, törődik a politikai kérdésekkel.
Én például a családomban is mindig azt látom, hogyha összeülünk vasárnap, vagy nem tudom mikor, és valamilyen politikai kérdés, mindegyik legyint, olyan korúak, mint te, vagy 10 évvel idősebbek. És ne, lehet, hogy érdekli őket a politika, de mesterségesen távol tartják magukat tőle. És biztosan, személy szerint igazuk is van valószínűleg. A politika az egy szakma tulajdonképpen, és hát nálunk nem hozzáértő politikusok folytatják ezt a szakmát. És a világon is nagyon sok Donald Trump is üzletember és nem politikus, ugye? Pedig egy igazán nagy országot irányít. Gyönyörű mondás, ez valamelyik arab irodalomból származik, hogy három dolog megismételhetetlen az életben. A kilőtt nyílvessző, az elmúlt idő és a kimondott szó. Tehát ezeket nem lehet visszavonni. A nyílvesszőt nem lehet visszahúzni. A kimondott szó az mindig megmarad. És hát ezt sokan nem tudják. Volt, amit megbánt? Volt, amit a mai napig bánt? Persze volt. Persze. Az én életem akaratom ellenére hullámhegyek és hullámvölgyeknek egymás követése szól. Mondd ilyet, amit megbánt? Tud mondani olyasmit, amit megbánt, ami a mai napig bántja esetleg? Hát például az, hogy 5 évet elhasználtam a képviselőházban, az volt életemnek a legnagyobb tévedése. De vannak apróságok, és nem baj. Embereknek félreismerése, hát tudom, ez emberi gyengeség, hát ezt az élet tele van nyíló rózsákkal és hamuval. Szóval az kettő egymástól nem választható el. A jó és a rossz, azok szorosan követik egymást, és hol az egyik van előbb, hol a másik. És ezt el kell tudni viselni, mert ez a természetnek a törvénye. Így élnek az állatok, így élnek a növények is, és így él a termőföld is, ami élőlény. Furcsa ezt mondani, mert magyarázat kell hozzá, de hát hogy a termőföld tele van itt apró élőlényekkel, mikrobákkal, gombákkal, ázalékállatokkal, algákkal, ezernyiféle, attól függ, hogy hol vizsgálják, ezernyiféle dolog, élőlény van a termőföldben, és ennek az életét kell tudni kitapasztalni. Már annak, aki ezzel foglalkozik. Unblock. Minden 20 évesnek üzenhetne valamit. Akkor mit üzenhet? Mit üzenne nekik? Az embereknek? Igen, minden 20 évesnek. A fiataloknak, úgy. Unblock. Bármi, ami eszébe jut. Hogy mi az, ami eszébe jut rólunk, és amire azt mondja, hogy... Dolgozzatok, termeljétek. Mert ez az életnek a tartalma és a lényege. A termelésben persze én azt is beleértem, amit te csinálsz, meg én is csinálok.
tehát nem valami tárgyat termelünk meg, hanem valamilyen szellemi értéket. De én azt szoktam mondani, hogy addig érdemes élni, amíg az ember valamit tud alkotni. Ez az alkotás lehet csak egy jobb cikknek a megírása is, vagy bármi más, szóval, vagy az, hogy fölsegít. Én már nem tudok fölsegíteni valakit az autóbuszra, de hogyha te fölsegítesz valakit az autóbuszra, akkor már tettél valamit. A cserkészetnek valamikor ez volt az alapja, az a napi jól tett. És tudod, én cserkész voltam, hát persze csak a diákkoromban, és a cserkészet is elment más irányba. De még ma is gondolok arra, amikor, ha lefekszem este, mielőtt elalszom, hogy tettem-e valami jót azon a napon. És akkor nyugodtan tudok aludni, hogyha nem tudom, én elmondtam, hogy ez batulalma. Köszönöm szépen. Nem nagy dolog. Köszönöm szépen. Köszönöm.